még a portál kijáratánál kell egyet kezelni, ezt mindjárt részletezzük, és utána szépen kezdődik a boss damage fight, és lőjük mint az ökör. A másik három játékosok már lőhetik korábban is, csak ne halljanak meg útközben persze. Jó, ez a cleanse, ez meg azt jelenti, hogy amikor bent vagytok a, vagy a sivatagban, vagy a dzsungelben, az a játékos, aki a reliket cipeli, neki a karda, a védekezés gomb, ami legtöbbeteknek a C betűnél van, ha jól tudom, azzal a gombbal, amelyikkel a karddal a kézben tudnál védekezni, azt a gombot nyomva tartva egy ilyen burkot húzol magad meg a relik köré, és aki benne áll a burokban, azt egy idő után letisztítja, ugyanis aki átmegy a másik fészbe, akár a sivatagba, akár a dzsungelbe, kap egy debuffot, ami miatt folyamatosan fog elsötétülni a kijelző egészen addig, amíg kurvára semmit nem fogsz látni, és hát ugye, ha vakon vagy, akkor nem, nagyon nehéz kilőni a relikeket, vagy az orákelöket. Meg, és mivel ez minden pillanatban fönt van, ezért ha kijöttök a portálban ebbe a fázisban, ide vissza a főterembe, itt is rajtatok marad, és itt kellett tisztítani az utolsó kört, hogy ne tudjon újra megjelenni. Mert ha a másik oldalt tisztultok meg, kijöttök a portálból, még lehet, hogy útközben kaptok még egy frissítést, és akkor hiába tisztítottátok le a végén. Jó, ez így elsőre lehet, hogy kicsit bonyolultnak hangzik, ezt, ha látjátok, sokkal könnyebb a történet. Úgyhogy én azt mondom, hogy ugorjunk neki, aztán üssük bele a kötelező vibe-okat, vagy üssük le elsőre, jó? Jó. Na, easy peasy. Mindig a lépcső, nem tudom, Jani, mit mondtál, nem figyeltem, lépcső tetejéről fogunk damage-elni. Aljáról, de igen. Radiance-be, aljáról, közepéről, tetejéről, kinél, hogy? Egy harpiát hagyjál. Persze. Mindenhol egyet hagyni kell. Van fész. Az, igen. Jó. Tegyük le a körmét titán millió. De nem. Persze. Én azt meg van fésznek sem mondanám, ez ilyen negyed fész inkább, amit csinált. Ja. Van hit, ja. Hát ugye, ha te is tudsz 4,5 milliót ütni a millivel, mehet. Warlockkal? Radiance-en? I don't think so. Na, megyek. Én mellettem. Én is. Sivatag. Akkorok? Jó. Mikor gyere vissza ide fent, majd a másik oldalt kell kinyitni. Közép hátul, közép elől és jobb. Tehát közép hátul, közép elől, jobb. Nekrólövöd. Kettel lövitek. Kettel lőjétek. Megvan. Egyedül én kilövök. Nyugi. Zé van nálam. Köszönöm. Bal, jobb hátul, jobb elől. Bal, jobb hátul, jobb elől. A harpiákat lőhetem. Igen. Jobb hátul, jobb elől, bal. Megakadtam a sarokba. Jobb hátul, jobb elől, bal. Sivatagban vagytok, ugye? Igen. Megvan. Gyerünk. Nem így sült van. Gyertek és gyertek. Jó, meg vagy te is, Dúl, ugye? Jaj, jó. Jó. Meg valaki átteszi tőlem a Eliket? Dobd le! Buborék! Megyek! Akkor! Ambotrasz! Akkor utolsó két másodpercbe tudtam elcsattintani a Celestiát, így nem vette be. Folytam? Hol voltál? Mikor ilyenkor gyere majd mindig oda damage phase-re hozzánk, mert ugye közelről nagyobbakat lősz azokkal a fegyverekkel. Jó, pucoljuk le a bulit, azt mehet előre. Az még egy lövéssel az egész sort leszettem. Az mi volt? Jó zsarányfa. Jaja. Cartesian. Azaz. Beraktad az őt egyébként? Ja, hát neked most a vortálos van benne, ugye? Nem, nem tudom, a buli. Viszont csak a vortálos. Sokkora viszi. Jobb elől.
közép, jobb bal, jobb közép bal, jó, jobb közép bal. Tisztít. Én leszek mögöttetek így kényelmes, szerintem. Bal elől, bal távol, jobb. Jó, bal közel, bal távol, jobb. Akat nem kell kilőni ilyenkor, nyissuk ki az ajtót. Ezt meg kell néznem. Bal hátul, közép elől, és bal elől. Okay. Bal, jobb, bal elől. Oké, okay, go. Kérünk akkor egy tisztítást, kérünk gyorsan. Itt megállunk. Itt vagyok. Tisztítás. Mindenki megkapta? Nagyon jó, most akkor. Radiance mehet, ha van, mindjárt meghalok. Jó, jó. Lőjetek majd ki. Van. Megvan, megyek. Valaki átveszítem a eliket? Dobjad, dobjad. Jó, és akkor még egy fész. Jó, ez. Nem kellett annyi beleküldenem, nem mindegy. Nem baj, jó volt az. Jó, mindig csak azt az oldalt kell kitisztítani a moboktól, amelyik oldalra mennünk kell. Tehát ha a sivatag, akkor a bal oldalt, ha a dzsungel, akkor a jobbat. A másik oldalt ne lőjétek, mert akkor elfogy az enemy, ami spawnol, hogyha nem lőjük ki el őket előre. Na? Az meg van egy szúnyog bent. Maunika, mit lőz a távolból? Egyes sikolt. Én haltam meg. Átlőtt a sikolt. Bent vagyok, persze sikolt. Dzsungelbe vagyunk. A jobb oldalt kell tisztítani. Jobb, közel, bal. Hátsó, jó? Tehát jobb, közel, bal és a hátsó. Tisztítok. Na tehát, jobb. Közel. Bal és a hátsó. Bal közel, jobb közel, bal távol. Bal távol? Igen, bal közel, jobb közel, bal távol. Okay. Jobb távol, jobb közel, középső. Jobb távol, jobb közel, és az utolsó. Lőhetitek, lőjétek, lőjétek a boss-t. Gyorsan, hogy kint egy klánc. Itt vagyok, mindenki megkaptam. Igen. Jó, megyünk, küldök el egy ulti. Kint van. Nem látom. Ott lesz nálatok. Legyek. Buborék. Bingo. Akkor szép, szép volt, szép volt, srácok. Ha ezt így kell csinálni. Az második lett meg, vagy elsőre, vagy most? Egyszer meg a boss. Rohadt kurva életbe. Na ennyi. Megtanultuk ezt a raidet, úgy érzem. Legyen az. Tudod mi, nincs bazd meg. Necro megszűrtetett. Ezt nézd, hogy milyen rakéta vetítettem, de úgyis. Felcok valakinek nem esett egy sárga fegyverre? Nem, sajnos. Nem. Mert ezt többet nem vittük sehova, csak az. Rohadjon meg az a játék. Én csak egy shieldet kaptam. Hát, impact casing, warpel weapon és blast radius-os időre szétavető. Az igen. Szarakító vetőt nézi itt a kecső. Nézd. Blasting, keressen. Szerintem azért lesz. Kem van egy Dynamic Sphere Reduction Firefly-os machine gunon. Az is. Lézer tiszt. Na, hát ez ennyi volt, srác. Easy. Nekem mindig nem dobta ki a cipőt a éjthez. Vedd ki innen. Sikolj, tetszett. Ja, ne vedd ki innen, bocs. Ne vedd ki innen. A cipőt addig nem tudom, mi nem kapom meg bent hozzá. Ládába ki tudod nyitni így is. De ne nyisd ki, mert gyűjtsd azért a spoilert másra. Nekem van a hia kell. Na milyen volt a raid, sikolj? Hát fasza. 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 Na, fasza. Srácok, első alkalom, hogy
Egy seggel. Egy seggel befejeztük a raidet, igen. Nem baj, lesz. Más karival is tudnék jönni. Többinek nem tudom, hogy járok a karikkal. Én holnap délutántól. Igazából a fegyver az is a tanélkül is, hogy egyszer megcsináltuk, mindegy. Hát, hogy úgy kellett volna, hogy három vibe-ot lenyomni, két-két kariba, és akkor tudod itt a bossnál, és akkor meg lett volna a checkpoint. Hát figyelj, ha végigítjük az egészet, a gyakorlásnak sose vár. Meg jó, hát most azért látjátok azért, most ez mennyi volt? Két óra körülbelül? Annál nem több, mindjárt nézem. Nem volt több, olyan nem is tudom. 8 óra körül állhattunk neki. Jajjaj, és nincs 10. Majdnem 2 óra. Hát ja, az, hogyha elsőre lemegy minden srácok, akkor ez egy olyan fél órán. Fél hát órán. Igen, igen. Fél óra, óra között. Még jobb fegyvereket szerzünk, még a gírt összerakja mindenki úgy raidre, hogy az raidre való legyen, de jó modokkal, jó perkekkel, stb. Itt azért még nagyokat lehetett, hogy rettentni jött lehet ugyanis. Jó, fasz van. Necro. Kaptam egy olyan fegyvert, Skyburner OAT a neve. Nagy F. Egy Scout Rifle. Szálljátok, hogy engem kiszpónolt a játék ide, bazzeg. Itt vagyok a Whisperes kapunál, geci. Skyburner. Már nem tudom, hogy még ez. Faszomba kerültem volna ide. A legelső exotik volt a játékban. Jaj, az kabalat. Jó, ami átlő a pajzson, kabal Lizé Scout. Egyébként meg... most kb. Szart cseér, de egyébként nem, tehát hogy ha másra most... nem tudod használni, használd arra, hogy felfejlesztesz vele egy gyengébb fegyveredet. Figyelj, az akkor jó, hogyha a seasonje van a izének, Scout Riflenek. Most mondjuk pont nem jó ebbe igazol a Mendozának, de amúgy... Az bármikor le tudod gyártani. Igen, nyugodtan törd be, és akkor az a lényeg amúgy annak a fegyvernek, ha kiesik a katalisztja. Amúgy slágos a fegyver, olyan, mint egy shotgun, csak Scout Riflebe. És kurva nagyokat kapnak a kabalok, meg minden, aminek ilyen tüzes pajzsó. Attól függ, hogy hogyan lősz vele, ja. Hát igen, ha beémelsz, akkor nem, de ha csak simán hipből lősz, akkor slágos. Meg minimálisan követi a lőszer az ellenfelet. Leköveti. Jön ilyen Antol Glory-ben a héten. Azt mondod? Hát figyelj, most még egy órát vagyok kb. Szerintem. 4 órára vagy. És csak így néz ki. Micsoda, 4-re? 6-ra mész dolgozni? Skype-ben, ja. Tudom melyik az. Csípőből lüljél és ne célozz vele. Ne célozz vele, csak csípőből. Mennyi? Látod, hogy hosszú. A célzó viszont lassabb,